Eddig csak humodarason mentünk, ez az első úgymond éles gyorsaságunk, így ezzel az autóval. Próbálunk ismerkedni vele, tanulni, versenygumikat megszokni, mert még annyira nem nagyon mentünk vele. 17 év trabantozás az más volt egy kicsit. Aztán igyekszünk megszokni vizes gumival, még annyira nem is nagyon mentünk, úgyhogy megyünk így a saját tempónkat, aztán majd alakul a többi. Nem ezen a versenyen akarjuk megmutatni, hogy kell autózni. Jó pálya, ugye újra lett aszfaltozva, 2009-ben mentünk rajta kétszer Trabanttal, ugye az teljesen más nyomvonal volt, akkor még az ugratók is megvoltak. Úgyhogy, de így tökéletes úgymond, ilyen minőségű, igaz kicsit csúszós, nem olyan sok van már azért. Bukkan bent a palon, gumi van és 50-re jobb egy, 50-re jobb egy és 50-re jobb három és bal kettő gumis után 50 jobb egy, 50-re a jobb egy és 30-ra a jobb három hosszú-hosszú gumis. Jobb három hosszú-hosszú gumis és 50-re a bal három gumi és jobb. Az jelentős. Pilótában igazából annyira nem, 15 óta megyünk együtt Lalival. Hát azért a Trabanthoz képest ez egy elég nagy lépés, sokkal gyorsabb azért. Most megyünk ezzel az autóval éles gyorsaságin először, úgyhogy hát van mit tanulni, van hova fejlődni, én úgy gondolom, de úgy nézzük, hogy körre a körre gyorsulunk, úgyhogy szerintem jó az irány. Ez mind a kettőnknek egy olyan pálya, hogy körülbelül itt nőttünk fel, engem apukám még 98-ban hoztak ide először, 7 éves voltam, úgyhogy ez egy nagy kuriózum szerintem mind a kettőnknek. Úgyhogy nekünk ez tetszik ez a pályát, nyilván ez az újabb vonalvezetés, ez jelentősen változtatott rajta, de itt vagyunk és csináljuk. Igazából csak magunkat nézzük, hogy van-e gyorsulás, tudunk-e javítani, ugye a többiekkel nem igazán nézegetjük a többieket. Figyelj, fogalmam sincs, én próbálom feldolgozni, hogy hol járunk, meg mit csinálunk, mert tényleg gyors az autó, még hát nyilván a Trabanthoz képest. Ah.
2 és 50, bal 4 és jobb 2 bukkan, bal 4 és jobb 2 bukkan, jobb 2 bukkan és jobb 1 bal 1 cél, jobb 1 bal 1 cél, bal 1 cél, komikus. Úgymond első komolyabb éles versenyünk, eddig csak Kunmadarason, Repterren mentünk. Az autó nagyon gyors, nem vagyunk hozzászokva úgymond ehhez a tempóhoz, hogy elnyomjuk ezeket a kis sima, bal, sima jobbokat, mert tényleg ott elveszünk még. De az autó nagyon jó, meg a verseny is tetszett, tényleg minden tökéletesen. Az autóhoz nem is kellett hozzányúlni szerencsére, tökéletesen működött. Mi is körről-körre javítottunk az időnkön, ezt néztük jobban, ugye ilyen versenygumikkal sem mentünk még nagyon, de nem 1-2 másodpercet, hanem ilyen 6-7-8 másodpercet minden körbe javítottunk az előző gyorshoz képest, az nekünk úgy elég jó teljesítmény. Így az utolsó körre az első helytől sikerült ilyen 10 másodperc környékére lenni, ez így nekünk tökéletes volt így tesznek, így első élesebb gyorsasági szakasznak. Nem volt semmi szerencsére, úgy gondolom, le lett kezelve minden, kicsit spórolósan is mentünk nyilván, amit mondtam is, de tényleg úgy nem volt semmi olyan nagyon-nagyon extra dolog. Igen, én csinálom tényleg így, amit lehet megpróbálok egyedül megcsinálni, egy barátomnak köszönöm, hogy segített a váltóba, Zsoltinak, de amit lehet, azt tényleg próbálok mindent, így saját kútfőből, meg amit elakadok, abban meg próbálok segítséget kérni, mert ugye nyilván az autó is új, meg azért picit komolyabb is, aztán így saját magunknak, magamnak próbálom így ezt összehozni. Minden úgymond háttérkérdése, hogy hol tudunk menni, nyilván szeretnénk menni Rally 2 bajnokságba is, de egyenlőre én azt gondolom, hogy egy kicsit fel kell nőni az autóhoz, mert fel kell, ez most én ezt így látom. Úgy gondolom, hogy amit akartunk, azt elértük, folyamatosan tudtunk gyorsulni, ez volt a cél igazából, én úgy gondolom, hogy Királdon még jobb lesz. Tanulunk. Szoknunk kell a tempót. Igazából itt az, amit el kell hinnünk. Ugye a gumikkal is, vagyis hát a gumikkal sem voltunk eddig tisztában, hogy mit tudnak, de hát nekünk kell ezt megtanulni, és elhinni, hogy ez meg tudja csinálni.